Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzük meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Hazaérkezett az Univerziádéról a bronzérmes Szikszai Róbert. Négy korosztályban közel 90 fiú készül az NKK színeiben. Több mint 100 sakkozó tologatta a bábunkat a 36. nyírségi tornán. A második helyen végzett a Sáris kupán a Nyíregyházi Teke Klub. Jól kezdte a bajnokságot az átalakított Máté Szalkai futballcsapat. Két győzelemmel és két vereséggel indítottak a nyírbátori focisták. Hazaérkezett Tájpejből Szikszai Róbert, aki bronzérmet szerzett a 29. nyári univerziádén. A nyíregyházi diszkoszvető így újabb világversenyen állhatott fel a dobogóra. Így, ha egy harmadik helyet sikerült szerezni, mindenféleképpen a jó sikerült. 60 méter 91-et dobtam, ami lehetett volna jobb, és ugye nagyon szoros volt a mezőny, ha egy 30-40 centivel dobok nagyobbat, akkor már akár első is lehettem volna. De ugyan igaz ez visszafele is, mert ugye a negyedik is 60 méter fölött volt, ha jól tudom, még az ötödik is. Úgyhogy nagyon szoros versenyben egy harmadik helyet sikerült, szerintem ez teljesen elfogadható. Milyen erősségű volt a mezőny, ugye nem nagyon lehetett tudni az univerziádi előtt, hogy kik indulnak majd. Ugye a VB-n után vagyunk már, nem tudtuk, hogy kik indulnak el. Ugye a korhatályt azért megvan szabva, 29 év, ha jól tudom a korhatár. A legtöbb, aki a VB-n volt, az ennél idősebb, és nem indultak el, így sikerült ezt a harmadik helyet megszerezni. Milyen hangulatú volt a verseny, egyáltalán milyen volt az egész univerziádi? Nagyon nagy felhajtást csináltak ezek az ázsiaiak, nagyon szeretik a sportot, mint most kiderült. Tehát nagyon biztonságban voltunk, vigyáztak ránk, nem volt semmi gond. 15 ezeres volt, ha jól tudom, a stadion teltház volt az én versenyen is, meg úgy általában már úgy délelőttön is nagyon sokan voltak. Városnézésre nem nagyon volt időm, mert ugye én utolsó nap versenyeztem, így csak egy napunk maradt utána szétnézni, de elég volt ez is. Mióta hazajöttél, már túl vagy egy újabb versenyen, Budapesten álltál dobókörbe, hogy szerepeltél? Második helyen zártam 60 méter 74-jel, ha jól emlékszem. Kővágózóra nyert, tehát végül is, ha úgy mondja, hogy azért papírforma eredmény alakult, mondjuk nagyon fáradtnak éreztem én magamat, egy-két dobás után el is fáradtam, de egy ilyen hosszú út után szerintem ez elfogadható az is. Milyen versenyek várnak még rád ebben az esztendőben? Még két vagy három versenyem lesz, most hétfőn indulok ezen a csapatbajnokságon. De a jövő héten egy ilyen szentesi dobóverseny, ez egy ilyen évadzáró, és akkor szeptember végén pedig egy ciprusi verseny, más már három vagy négy éve most már így minden évben van. Hogyha idén megrendezik az iszkoszt, akkor idén is ott is indulok. Azért már lehet egy pici méregezt csinálni erről a szezonról, elérted azt, amit kitűztél magad elé az év elején? A szezon elején azt szerettem volna, hogyha 60 méter fölött tudok dobni stabilan. Ezt tegnap számoltam össze, 14 versenyem van 60 méter fölött és 3 van alatta. Szerintem ez nagyon jó, hogy a következő évekre nézve ebből lehet most már tényleg egy olyan 64-65 méter dobni. Négy korosztályban 5 csapat készül a Nyíregyházi Kosárlabdaklub színeiben. Az egyesület célja az utánpótlás nevelés, és az, hogy minél több fiatallal megszerettessék a sportágat. 5 utánpótlás korosztályos csapatunk van előkészítő, U11, U12 és 2 U14-es, U14A, U14, most az U14 edzésén vagyunk. Közel 90 utánpótláskorú fiatal kosárlabdázik fiú az NKK csapataiban, akik 90%-a az ötvös gyakorlóba jön, Nyíregyházi Egyetem ötvös József gyakorlátás és gimnázium tanulói. Ez a létszám. Az edzések száma az U14-es A csapatnál az heti 4, az U14-es B-nél 3, és mindenki másnál heti 3 az edzés szám. Hány helyszínen készülnek a csapatok, és hány edző irányításával? 3 edző irányításával készülnek a csapatok. Itt jelen most Ferenci Tamás edzőnk van az U14-es A csapatnál, Pejvás Lajos edző kollégánk viszi az U14-es B csapatot és az U12-est, és Füzes Tamás edző kollégánk az U11-est és az előkészítő csoportokat. Az edzés helyszínek száma jelen pillanatban 4. Ez egy ötödik, de ez egy extrém új helyszín azért, mert az egyik iskola termét még nem tudjuk használni. Milyen célokkal vágnak majd neki a csapatok a különböző bajnokságoknak, és milyen sorozatokban indulnak? Az U14-es A és B csapat és az U12-es, valamint az U14-es csapat az országos bajnokságban neveztük be. Az U11, U12, U14-es csapatoknak a versenyzés a lényeg. Eredményt és valamilyen szintű minőségi kosárlabdázást a jelen edzését tartó U14-es A csapattól szeretnénk várni.
Egyébként mi a fő célotok, hogy minél több gyerek elkezdjen kosárlabdázni, aztán a tehetségesebbek később lépjenek egy szinte feljebb, vagy pedig már egy idő után azért az eredmények is fontosak lesznek? Majdnem én is ugyanígy fogalmaztam volna meg a kérdést, a választ is, ahogy feltetted. Első lépésben az volt a célunk, hogy egy széles bázison működő klubot hozzunk létre, ez már most megvan. 90 gyerek ebbe a 5 korosztályba, amit terveztünk, ez egy nagyon jó létszám, nagyon kevesen működtetnek ennyi korosztályban ennyi gyerekkel kosárlabda utánpótlást. Most szeretnénk azt a lépcsőt meglépni, hogy elmenjünk a minőség felé, és az, hogy ezek a gyerekek, ha innen felnőnek, az a helyi NB1-ás vagy NB1-B csoportos csapat utánpótlásaként, vagy később felnőtt csapatában szóba jöhessenek. Ez a legfontosabb célunk. Az is fontos, hogy eredményesek legyünk, de az legfontosabb, kosárlabdázókat neveljünk. Olyanokat, akikből első osztályú játékos lehet elsősorban, aztán természetesen egészséges embereket, kosárlabda szurkolókat, szponzorokat, támogatókat, edzőket, technikai vezetőket, akikből nem lesz minőségi kosárlabdázó. Egy-egy sportág vagy világverseny magyar eredménye után azt szokták mondani, hogy megugrik a jelenkező gyerekek száma. Most ugye a kosárlabda Európa-bajnokságon a magyar csapat tovább jutott a csoportjából, azért akik szeretik a kosárlabdát vagy érdeklik, tudják, hogy ezt óriási sikerként kell elkövelni. Lehet, hogy megugrik a gyerekek száma a jövőben? Igen, ez általában egy labdajáték sportág válogatottjának sikere után mérhető jelentkezők számába is, mivel pont tegnap volt a magyar válogatott nagy örömmel szolgáló továbbjutása az Európa-bajnokságon. Én szerintem kosárlabda is itt is, meg minden más helyi utánpótlás nevelőklubnál a népszerűsége meg fog nőni. Reméljük, hogy ennek majd látjuk mi is hasznát. Reméljük azt, hogy minél több gyerek fog nálunk is sportolni. Egyébként a létszámban a célunk az, hogy 100 fő. Ettől már csak 10 választ el minket. Reméljük, hogy ez a siker ezt a 10 embert is meghozza majd. Az NKK egy nemzetközi utánpótlás tornát szervezett, mondhatni, hogy hagyományteremtő célra és elsőként Nyíregyházán, hogy áll a második torna szervezése? Nagyon jól áll, jelenben tavalyihez képest 3 külföldi csapat lesz, és magyar NB1-ás klubok, a MAVC, a Budapesti Honvéd, Debrecen, Szolnok utánpótlás csapatai. Mi is a tervek szerint, még mondom, 3 külföldi csapat fog részt venni, majd november 3-án, 4-én és 5-én az 5-ös kupán, amely másodszor lesz most már nemzetközi. Az NKK 5-ös U14-es csapatának vezényelhető edzést az elmúlt percekre meglehetősen szép létszámmal képviseltették magukat a srácok a pályán. Mit kell tudni erről a társaságról? Azt kell tudni erről a társaságról, hogy 20 fő alkotja jelenleg a keretet. A srácok nagyon szorgalmasan, fegyelmezetten járnak edzésre. Július 31-én kezdték el a munkát a srácok. Én akkor még ugye nem voltam, hisz az U18-as válogatottal szerepeltünk Tallinnban Európa-bajnoki selejtezőn. Pejvás Lajos és Füzes Tamás kollégám, illetve Brána Szavics vezényelte az edzéseket. Azt kell erről a csapatról tudni, hogy tavaly januárban sajnos egy szomorú esemény után, Zentai Levent a halála után vettem át ezt a csapatot. A Debreceni Kosárlabda Akadémia vezetője Becski István hozzájárult ahhoz, hogy amíg a debreceni munkámmal összetudom egyeztetni, akkor ennek a csapatnak is edzéseket tartsak és vezényeljek, illetve a hétvégi mérkőzéseken meccseljek velük. Melyik sorozatban indul ez a csapat? Regionális erdülőbajnokságba fogunk indulni. Szeptember 17-én vasárnap rendezik az első fordulót. Arra készülünk, szeretnénk ott a lehető legjobban szerepelni. Egy korosztályos válogatott után milyen edzés vezényelni azért alacsonyabb szintű tudással rendelkező srácoknak? Kicsit furcsa, hiszen hosszú évek alatt felnőtt csapattal, illetve korosztályos válogatott játékosokkal dolgoztam. Ennek is megvan a szépsége. Úgy gondolom, hogy a gyerekek nagyon fogékonyak, és ami utasításokat, hibajavításokat elmondok, próbálják kijavítani. Itt ezen a szinten sokkal, de sokkal látványosabb a fejlődés. Napról napra jobban tetten érhető az, hogy aki itt van rendszeresen edzésen és becsületesen dolgozik, odafigyel, az ugrásszerűen tud fejlődni. Vannak olyanok a srácok között, akik esetleg magasabb szintre léphetnek valamikor? Én úgy gondolom, hogy van 2-3, akár 4-5 olyan játékos is, akik, hogyha szorgalmasak maradnak, kitartóak, szerencséjük is lesz, elkerüli őket a sérülés, akár magasabb szintre is juthatnak, és akár NB1-B vagy NB1-A szintű játékosok is lehetnek. Befejeződött a 36. nyírségi torna. A Continental Arénában egy héten keresztül több mint 100 sakkozó tologatta a bábukat.
Óriási hőfokú küzdelmek voltak, meglepetések is voltak, nem egyszer borult a papírforma, és a rengeteg gyerek rengeteg győzelmet ért el, mind a mesteri csoportban, mind a további csoportokban. Én azt hiszem, hogy a küzdőszellemmel, a játszmák színvonalával maximálisan elégedett lehet a megyei sakszövetség, megérte a versenyt megrendezni, amit szerettünk volna elérni, az teljesült is. És szeret azt venni, hogy az elmúlt években az informatikai robbanással fejlődik a sakk is? Természetesen igen. Addig, amíg az informatika nem hatolt be a sakkba, addig könyvekből készültek a sakkozók. Annak idején, vagy 40 évvel ezelőtt Ribli nagymester mondta, hogy rendkívül nehéz játék a sakk, ugyanis egy versenyre elindult, körülbelül 50 kiló könyvvel kofferekben. Manapság egy laptopon ez már minden elfér. A szorgalomnak, a tehetségnek egyaránt meghatározó szerepe van az eredmények elérésében, és természetesen olyan egyéni képességeknek is, mint összpontosítás képessége, koncentráltság, taktikai érzék és más olyan tulajdonságok, amik azt hiszem közismertek a sakról. A fiatalok körében mennyire népszerű a sakk? Ugye vannak intézmények, ahol oktatják a sakkot. Hihetetlenül népszerű, de én azt hiszem, hogy nem csak a fiatalok körében, hanem a felnőttek körében is. Bármikor, amikor a felnőttek is sakkozókat látnak, oda mennek, megállnak, megnézik a partit, gondolkodnak, hogy ők mit lépnének a helyükben. Ugyanez érvényes a gyerekekre, azzal, hogy a gyerekek nem olyan visszafogottak, mint a felnőttek. A gyerekek nagyon szívesen beállnak sakkozni, nem félnek a vereségtől, bár imitamot azért természetesen eltörik a mécses, de óriási küzdőszellemmel vetik magukat a versenybe, és még egy jellemző a gyerekekre, egy-egy verseny végén abba se akarják hagyni a játékot, a díjkiosztó helyett is csupán egymással sakkoznának. A következő versenyig még egy év hátra van, de ebben az esztőben milyen versenyeket rendez még a megyei szövetség? A megyei sakkszövetség minden évben, általában az év végén december hónapban rendezi meg a megyei egyéni sakkbajnokságot, emellett a villámsakk és rapid sakkbajnokságot is, ezekre is várhatóan december hónapban fog sor kerülni, emellett még a megyei csapatbajnokság küzdelmei októberben be fognak indulni, és emellett még több hagyományos szabadidős és egyéb versenyt szervezünk, a megyei másodosztálynak tekinthető megyei kupát és egyéb versenyeket, amelyeket előre még meghatározni nem tudunk, mert az NB2-nek a küzdelmei, a megyei csapatbajnokságnak a küzdelmei gyakorlatilag minden hétvégére, minden vasárnapra adnak elfoglaltságot a sakkozóknak, és hogyha emellett még egyéb napokon is volna küzdelem, az a felkészülés a minőség rovására is mehet. A nyíregyházi tekeklub csapata a második helyen végzett a Nagysároson megrendezett Sáris kupán. Az NTK a hétvégén a BKV előotthonában kezdi a bajnoki szereplését. Immáron 54. alkalommal rendezték meg a Sáris kupát, és a szokásoknak megfelelően 6 csapat vett részt ezen a tornán. Most először a mi női amatőr válogatottunkat is meghívták, viszonozva a mi Kárpát kupás meghívásunkhoz, és azt lehet mondani, hogy a lányoktól sajnos a 6. helytől jobbat nem nagyon lehetett várni, de mindenképpen számukra is egy nagyon értékes találkozó volt. A fiúk részére mindenképpen az első háromba szerettünk volna végezni, mivel nem teljes csapattal tudtunk érkezni, ami várhatóan a következő hétvégi felállásunkat jelenti majd, ezért mindenképpen egy fa meghatározása volt csapatfa szinten, az elvárása a Hakker Dezső edző úrnak. Azt lehet mondani, hogy megközelítettük, de még egy kis hiányérzetünk azért maradt, mert a pályából egy kicsivel többet is ki lehetett volna hozni, de azt lehet mondani, a 3262 fás teljesítményünk, ami egyébként a másik helyre volt elegendő, és hozzáteszem, hogy 3 fával sikerült megelőznünk a 3. helyezett csapatot, akkor így a küzdelem tekintetében mindenképpen biztató lehet a jövőre nézve. Egy ilyen több mint fél évszázados múltra visszatekintő tornának milyen a hangulata? Azt lehet mondani, hogy a fogadtatással abszolút nincsen probléma, sőt, nagyon is baráti a hangulat. Már mivel évtizedek óta mondhatjuk ezt, visszajárunk Szlovákiába, a Nagysároshoz, így már tényleg olyan komoly személyes kapcsolatok alakultak ki, hogy nem csak a kétszeri találkozókor kontaktolnak az emberek, hanem folyamatosan tartják akár a Facebookon vagy egyéb csatornákon keresztül a kapcsolatot, úgy fényképileg, mint írásban, úgyhogy tényleg azt lehet mondani, hogy abszolút, mintha hazamennénk a sarisi pályára. A versenyek kapcsolatban a pálya egy tökéletes pályának mondható. Néhány évvel ezelőtt Bajnokok Ligája, Final Four-t rendeztek ott, tehát ez is jelzi azt, hogy igencsak minőségi pályáról van szó.
úgyhogy minden adott volt ahhoz, hogy jó teljesítményt nyújtsunk, jól érezzük magunkat, és úgy gondolom, hogy a teljesítményünk, ahogy mondtam, egy nagyon picit elmaradt a várhatótól, de azt lehet mondani, hogy a sportbaráti szempontból viszont fantasztikusan sikeredett a mostani túra is, és még ezt külön kiemelte azt, hogy a őket támogató és a városban kinövő Sári Sörgyár 50. születésnapját ünnepelte azon a napon, így a Sörgyár látogatás is a programok között szerepelt számunkra. Milyen esély van arra, hogy már a számotokra első fordulóban megszerezitek az első győzelmet a BKV elérő otthonában? Kicsit páholyból lehetett nézni az első forduló eredményeit, úgy a végeredmény tekintetében, mint az egyéni fajeredmények tekintetében. Nagyon jó meccset játszott a Szolnok otthonába a BK Velőre, ahol kikaptak 5-3 arányban. Nem lesz könnyű dolgunk, azt lehet mondani, hogy egy abszolút három esélyes mérkőzés vár ránk. Nekünk egy picit gyengében sikerült a főpróba, számukra meg csalódást keltő lett végül is az 5-3-as vereség. Bízunk benne, hogy nekünk ismét egy olyan szerencsés szituáció adódik, mint 2 évvel ezelőtt, amikor a bajnoki rajtunkat éppen a BKV otthonában kezdtük, és most is egy ilyen jó teljesítménnyel megtoldott szerencsés találkozón bízunk benne, hogy pontokkal térünk majd haza, ami mindenképpen óriási lökést adna a csapatnak az elkövetkezendő 4 nagyon nehéz mérkőzésre, úgyhogy bízunk benne, hogy jól fogunk szerepelni vasárnap a BKV-nál. 8 érmet szereztek a nyíregyházi atléták a Superliga döntőjében és a serdülő Magyar Liga döntőben. A versenyzők a hétvégén a csapatbajnoki döntőben szerepelnek majd. Budapesten az MTK atlétikai centrumában rendezték meg a Superliga döntőjét, amelyben számonként 8 versenyző állt rajthoz. A felnőttekkel együtt versenyeztek a serdülők is, akik között a nyíregyházi Balogh Levente 100 méteren a 3. helyen ért célba. A nagyoknál a diszkoszvető Szikszai Róbert és 800 méteren Osváth Krisztina a 2. helyen végzett, a súlylökő Kerekes László és 400-on Osváth Krisztina 3. zárt. Bakosi Bélának 3 tanítványa is érmet szerzett a versenyen. Péter 215 cm-rel megnyerte a magasugrást, sajnos irreális körülmények voltak, sokkal jobb állapotban volt, mint mondjuk az eredmény tükrözi, de ebben az esős, hűvös időben azt gondolom, hogy nagyon jó eredmény, ugyanez vonatkozik a többi versenyzőre is. Zajász Petra, akit ugye Debrecenből igazoltunk idén, aki a főiskolai tanulmánya miatt került Nyíregyházára, ő 2. helyen végzett női hármasugrásban, és távolugrásban mellékesen még egy 6. helyet tudott hozni egy 6. helyet. Pár Robin a szokásához híven mindig dobogon szokott végezni, most a 3-as ugrás volt az, ami egy 3. helyet hozott neki. Igaz, az eredménye szintén nem volt valami jó, tehát az egész megyen rosszul ugrott ebbe az időben, és még távolugrásban 4. helyen tudott lenni. Az eredmény nem volt ott sem igazán jó, viszont a helyezés az megfelelt a ranglistán elfoglalt helyének. Több más nyíregyházi versenyző is szerzett érmet, gyakorlatilag minden szakákban mennyire pozitív ez? Szerintem pozitív, mert a dobók nagyon jól szerepeltek. A futóknál is ugye ez is bronzérem, tehát azt gondolom minden szakág megállt a hét a liga döntőn. Ugyan egy kicsit késő van, késő az a szeptemberi időpont. Ez látszott azért az eredményeken is, de azt gondolom a helyezések azok megfelelnek az elvártaknak. A hétvégén rendezik Székesfehérváron a csapatbajnoki döntőt, ahol ugye a Debrecen Nyíregyházi vegyes csapat színvédőként áll majd rajthoz. Milyen reményekkel, elvárásokkal utaztok? Én azt gondolom, hogy a minimum az érem az elvárás, de szeretnénk megvédeni a tavalyi bajnoki címet. A csapat szerintem ugyanolyan erős, mint tavaly, ugyanolyan felállásban talán még erősebb, mint tavaly. Ez függ attól, hogy az ellenfelek, mert ott változások voltak összeállításoknál, tehát csapat összeállításoknál. Hát remélem, hogy azért meg tudjuk védeni a tavalyi bajnoki címünket. Lehet azt mondani, hogy a papírformának megfelelően nyerted meg Budapesten a Superliga döntőt, a körülmények ismeretében mennyire vagy elégedett a 2015-ös teljesítménnyel? Örülök az eredménynek, mivel nagyon rossz idő volt, és a körülmények nem voltak alkalmasak arra, hogy egy jót ugorjak, de stabilan sikerült ezt is hoznom. Korábban beszéltünk arról, hogy megviselte azt, hogy nem utazták ki az Univerziát délra. Túltetted már magad ezen a csalódáson? Igen, túltettem magam ezen a csalódáson. A jövő évre gondolok, és természetesen a 2020-as olimpiára. Lesz még versenyen ebben az évben, a hétvégén rendezik meg a csapatbajnoki döntőt, ott milyen céllal indulsz el?
Szeretnék jól ugrani, szeretném még idén 2-20 felett ugrani, és mellette még 3-as ugrásban is fogok indulni. Azt még nem tudjuk, hogy fog sikerülni, de remélem, hogy ott is sikerül majd egyénit ugrani. Nem sok verseny van már hátra ebből a szezonból, ha egy picit értékeljük, milyenre sikeredett. Ez a szezonom elég érdekes volt, mivel volt egy hosszabb sérülésem, ami ugye megadta az alaphangolatot, mire ugye feljövőbe jöttem volna sajnos, addigra már nem nagyon voltak versenyek, meg ugye, mint tudjuk, az univerziádért se vittek ki, de úgy gondolom, hogy ez nagy erőt ad nekem arra, hogy következő év jobban sikerüljön. Négy forduló után 7 ponttal a 7. helyen áll a megyei első osztály tabelláján a Máté Szalkai futballcsapat. Az MMTK új edzővel és szinte teljesen kicserélt játékos kerettel kezdte a bajnokságot. Az előző évet ugye nem túl fényesen fejeztük be, hiszen a 12. helyen végzett a megye első osztály csapatunk. Annak ellenére, hogy 16 utánpótlás csapata dolgoztunk még, Bozsik programban, aztán a különböző utánpótlás bajnokságokban az U14 és az U19-es bajnokságok között, női-férfi vonalon. Szóval utánpótlásban sikereket értünk el, viszont a felnőtt csapatunk teljesítménye nem az elvártaknak megfelelő volt. Éppen ezért úgy gondoltuk a nyár folyamán, hogy változásokra, mégpedig alapjaiban nagy változásokra van szükség a csapatházatáikán. Éppen ezért új edzővel, Opre Mihállyal kezdtük meg a bajnoki felkészülést. Azt kell mondjam, hogy eléggé rétes tiszta módjára húzódott ez az egész, mire beindult az edzés, hiszen 16 játékosunk távozott. A 16 játékos helyére csak 4 olyan játékos maradt, aki a tavalyi alapcsapatnak a szerkezetében benne volt. Így aztán igazolásokba kellett kezdeni. Leültem a szakosztály vezetésével, és abban állapodtunk meg, hogy fiatalokra építsük a új szezon csapatát, és én csak azt támogattam, előző bajnokságban U17-es és U19-es bajnokságban MB2-ben játszó csapataink voltak, hogy ezekből a fiatalokból próbálják a vázát, a gerincét, illetve a maradókra is számítva ennek a csapatnak a vázát és gerincét kialakítani. Ezzel meg is kezdődött a felkészülés, 11 játékos, új játékos érkezett hozzánk, a 4 maradók listájáról felkerült játékossal, illetve az U19-es csapatból 5 játékos csatlakozott a felnőtt kerethez. Így kezdtünk meg a felkészülést. Úgy gondolom, hogy ez a fiatal csapathoz kellett egy rutinos edző, aki a megyei bajnokságban már több csapatnál is megfordult. Azt gondolom, hogy nem is feltétlenül a szakmai munkája, bár az évtizedek azt igazolták, hogy szakmailag is egy kiváló edzőről beszélünk, de az a fajta pedagógiai munka, ami egy ilyen fiatal csapathoz szükséges, az volt elsősorban itt, ami fontos. Előző bajnokságunkban ugye tudjuk, hogy 4-szer is edzőváltás történt, tehát látszott az a helyezésen, hogy milyen döcögősen ment a csapatnak, és több generációba beli ember szerepelt ugye a csapatban, most szinte csak fiatalokra építettünk, elkezdődött a bajnokság, a megye első osztályban 4 forduló vagyunk túl, a 4 fordulóból gyűjtöttünk 7 pontot, soha ilyen kezdés nem volt az elmúlt 10 évben, azt gondolom, sőt, mi több, az is egy örömteli hír volt, hogy az első bajnoki mérkőzésünkön 5 gólt tudtunk rúgni, és 5-2-re győztünk a rakamaz ellen. Aztán a következő pozitív élmény az, hogy Nagyecsedre ellátogattunk, ugye, és egy 3-3-as döntetlenne zárult a találkozó, de úgy, hogy gyakorlatilag mi irányítottuk a játékot leginkább. Volt egy sajnálatos kiállítás, aminek következtében ugye 10 emberrel játszottunk egy 70 percen keresztül. Ennek ellenére a fiúkban az a fiatalos lendület, az az akarás, amit én is, illetve a szakosztályvezetés elvár, az maximálisan visszatükröződött. Aztán utána a következő bajnoki meccsünkön kaptunk egy nagy pofont. Azt gondolom, ez egy fiatal csapatnak a teljesítményéhez akarva akaratlanul hozzátartozik, hiszen egy nagyon rutinos mándokra látogattunk, ahol volt NB1-es játékosok tömkelegi alkotja a csapategységet, így aztán a fiatalos hív, fiatalos lendület, és azt gondolom, hogy játékvezetői tévedések halmaza is vezetett ahhoz, hogy gyakorlatilag kikaptunk, lenulláztunk bennünket. És legutóbb most a hazai bajnoki mérkőzésen Kótajt fogadtuk, ahol igaz, hogy 2-1 lett az eredmény, 2-1-es győzelemmel lett véget, azonban a helyzet kihasználásunkra lehetett a legnagyobb panasz, hiszen helyzetek sokaságát tudtuk kialakítani, amelyeket nem tudtunk gólra váltani. Nagyon remélem, hogy ez a csapatszerkezet ezzel az új edzővel, új stáb irányítása mellett ezt a fiatalos lendületet még inkább csiszolva a bajnokság végére egy meglepetés csapatként lesz jelen, és itt most a meglepetés szó, ez igazából pozitív kicsengése kell, hogy bírjon itt a Máté
Balkán élő körében is, illetve a Mártészalkai foci szerető körében. Utánpótlás téren sem csökkentek vissza csapataink, hiszen az a 15 csapat, vagy 16 csapat, ami működik, vagy működött a korábbi szezonokban, azokra újra számíthatunk. Az U7, U9, U11-es csapataink a Bosik programban vesznek részt, tehát már általános iskolában is ez a fajta labdarúgás alapjának megismertetése tovább folytatódik, és ez azt gondolom magas szakmai színvonal mellett. Aztán U14-től U19-es csapatainkkal bezárólag a különböző bajnokságok, harmadik és második vonalban szereplő bajnokságokban szerepelnek ezek a csapataink. Külön örvendetes tény, ugye, hogy a tavalyi évhez és az előző évhez hasonlóan női bajnokságban is indítottunk csapatokat. Most ez, illetve a labdarúgás, nagypályás labdarúgás szakosztálya annyival bővül még ki, hogy futszál csapatokat is indítottunk, mind a fiú, mind a lány vonalon. Ezzel azt gondolom teljesen kiszélesítettük azt a repertoárt, ami a labdarúgásban megyei szinten leginkább kiaknázható lehet. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy aki Mártészalkán a feltörekvő fiatal generációból a labdarúgás szerelmese akar lenni, annak az alapjait itt a Mártészalkai MTK labdarúgó szakosztályában maximálisan elsajátíthatja. Nagyon jól érzem magam itt a csapatban, egy fiatal csapat vagyunk, úgy gondolom, legidősebb játékosunk ugye 27 éves, tehát ez valamikor a pályán hátulütőként is szolgálhat, hogy még nem vagyunk annyira rutinosak, de azt mondom, hogy hangulatában, illetve csapategységében mindenféleképpen úgy gondolom, hogy egy nagyon jó csapat, és igazából játéktudásban is azt kell, hogy mondjam, hogy technikailag majdnem, hogy mindenki nagyon jó, illetve taktikailag még van mit fejlődnünk, de ugyebár ez a korunkból is adódik. Eddig minden meccsen kaptunk gólt, igazából nem is keveset. Hál' Istennek a támadóink eddig jól szerepelnek, így rúgtunk is. Majdnem, hogy azt mondom, hogy eleget, ha bár rúghattunk volna többet is, de a védekezés azt mindenképpen csiszolnunk kell még, és nem feltétlenül csak a védősorra gondolok, hanem az egész csapat védekezésére. Négy fordulót követően két győzelemmel és két vereséggel a hetedik helyen áll az NB3-ban a nyírbátori futballcsapat. Amprusz Árpád együttese legutóbb a Putnok ellen győzött 5-0-ra. A két könnyebbnek tűnő idegenbeli mérkőzésen kikaptunk, ott többet vártunk, és volt két mérkőzés, ami rangadónak számított hazai pályán, azt pedig talán a vártnál könnyebben megnyertük. A legutóbbi 5-0-ás elleni Putnoki siker azért már olyan eredmény, amire mindenki felkaphatja a fejét. Arra sem emlékszem, hogy mi mikor nyertünk 5-0-ra, és arra sem, hogy a Putnok egyáltalán kapott-e ki valamikor 5-0-ra. Most ezen a mérkőzésen minden összejött, pedig nem ilyen előjelei voltak a mérkőzésnek, hiszen 8 játékosunk is hiányzott a csapatból, de a mi taktikánknak, talán az ellenfélnek a kicsit lebecsülése miatt ez az eredmény sem túlzott. Mennyire kezd olyan lenni a csapatjáték egyébként, amennyire szeretnétek, hogy legyen? NB3-os mezőnyben a miénk a legfiatalabb csapat, tele van fiatal tehetségekkel, és nyilván idő kell annak, hogy összeszokjanak és rutint szerezzenek ebbe a bajnokságba, hiszen 4 vagy 5 embernek is ez az első év, amikor felnőtt bajnokságba játszik. Úgy gondolom, hogy ígéretes ezek az eredmények, és azon vagyunk, hogy hétről hétre jobbak legyünk. A felkészülés körülményei már ezen a szinten sem mindegy, hogy milyenek, nyilvánvalóan mi a helyzet? Minden adott egy ilyen erősségű csapatnak a felkészüléséhez. Viszonylag jó minőségű pályánk van, van egy nagyszerű konditermünk, van egy nagyszerű fürdőnk. Én úgy gondolom, hogy ezen semmiképpen nem fog múlni az eredmény, hogy akár gyengébb körülményeink lennének. Két idegenbeli mérkőzés következik, először a jelenlegi sereghajtóhoz, majd a jelenlegi éllovashoz utaztok, ugye idegenben még nincs pontja a csapatnak, hát gondolom most azért hétvégén 3 pontért mentek. Igen, minden héten 3 pontért megyünk, bár ez még kicsit csalóka a 4 forduló után, hogy valaki első, valaki meg utolsó, és nyilván az utolsó helyen álló csapat is egyszer meg fogja kezdeni a pontgyűjtést. Bízunk benne, hogy nem ellenünk fogja megkezdeni. Mindent megteszünk, hogy győzünk a hétvégén. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket. Találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.